Kedves nézőink, csütörtökön testületi ülés zajlott a Városházán, most erről számolom be önöknek. Milyen napirendi pontokat tárgyalt a november 26-i testületi ülésen a képviselőtestület? Hát igen, sok napirend volt, vegyes téma. Ugye a rendőrkapitányság beszámolóját hallgattuk meg, majd a katasztrófa védelmi ajkai szervezetének a beszámolóját. A vegyes témák keretében foglalkoztunk egy KFT-nek a hitelfelvételével, majd a Mikes utcai épületnek a eladásával volt egy bölcsődei álláshely meghirdetése, ami nem zárult eredményesen, és a testületülés vége felé pedig az ajkai járás esélyegyenlőségi programját tárgyaltuk. Milyen vélemények érkeztek a tűzoltóság és a rendőrkapitányság beszámolója kapcsán? Mindkét szervezetet, bár nem akarom összevonni, mert külön-külön egységről van szó. A rendőrkapitányságnak a munkáját egészen hosszan elemeztük, körülbelül egy óráig. Én úgy érzem, hogy a rendőrkapitányság önértékelése összhangban van a város lakosságának az értékelésével, mert jóra minősítették, a testület is ezt a minősítést fogadta el, ugyanakkor több dologra fölhívta a képviselőtársaim a rendőrség figyelmét. Ezek között talán az egyik legfontosabb az időskorúak ellen elkövetett bűneseteknek a nyomon követése, illetve a fékezése, hiszen az utóbbi időkben több ilyen jellegű tevékenység volt. Sajnos azt kell mondanom, hogy a drog probléma is újra felvetődött Ajkán. Közlekedésbiztonsági kérdéseket is feszegetek a képviselőtársaim, de összességében a rendőrség munkáját jónak minősítettük, és javasoltuk azt is, hogy a rendőrség épületét lehetőleg minél hamarabb újítsák föl, hiszen mégis egy közintézményről van szó. Milyen a város bűnügyi helyzete? Mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a rend van a városban. Évek óta megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy csökken a regisztrált bűncselekmények száma, és remélem, hogy ezt a lakosság is pontosan nézi. Nagyjából a 2012-es évtől, hogyha elindulunk, ott 1500 környékén volt a nyomozási rendeléseink száma. Ez most jelenleg 2015-ben, 2015 év végéhez közeledve még nem éri el a 800-at sem, tehát azt gondolom, hogy évről évre csökkenő az eljárásaink száma, és remélem, hogy ezt a lakosság is érzi. Milyen arányban fordultak elő tavaly közlekedési balesetek? A közlekedési balesetek alakulása az évről évre nagyjából azonos tendenciát mutat, nagyjából stagnál. 70 körüli az a szám, ami az egész kapitányság területét illetően, tehát nem Ajkavárosról beszélünk ez ügyben, hanem az egész kapitányság területét érintően, olyan 70 körül szokott lenni általában a sérüléses balesetek száma. Itt mi külön vizsgáljuk azt, hogy mennyi a könnyű sérüléses baleset, mennyi a súlyos, illetve a halálos. Azt elmondhatom, hogy most jelenállás szerint egy kicsit csökkenő a tendencia ebben az évben, de nem olyan arányú, amilyet mi szeretnénk, vagy amilyet elvárnak esetleg tőlünk. Mindenképpen az a cél. Azt szokták mondani, szoktam magam is mondani, hogy amíg egy ember is meghal a közutakon, addig van mit tennünk. De azt gondolom, hogy egyébként, hogy egy minimális csökkenést talán sikerült elérnünk ebben az évben. Mi a helyzet a kábítószerfogyasztással a városban? Úgy gondolom, hogy nem mondhatom, hogy nincsen a kábítószer Ajka város területén. Mutatja ezt a mostani beszámolónk is, illetve a 2014 évi beszámolónk, hiszen két olyan cselekményt is megemlítettem ebbe a beszámolóban, az írásos beszámolóban, amikor 10, az egyik esetben 10, a másik esetben 20 elfogásunk, illetve előállításunk volt kábítószerfogyasztással kapcsolatban. Tehát jelen van nyilván itt a ajkai területen is a kábítószer. Illetve nem is biztos, hogy kábítószer, lehet, hogy egy más anyag, ezt úgy hívják a büntetőjogban, hogy új pszichoaktív anyag, aminek egyébként az életleni hatásai nagyjából ugyanazok, mint a kábítószernek. Tehát találkozunk ilyennel, de azt gondolom, hogy nem súlyos a helyzet. Mit tehet a lakosság a kábítószer használat megelőzése érdekében? Én arra biztatom a lakosságot, hogy bármilyen információjuk van, hogy valahol, akár egy lépcsőházban, akár egy lakásban gyanús mozgást figyelnek meg, vagy egyre többen járnak oda, akár egyre több fiatal, vagy olyan gyülekező helyeket látnak, ahol gyanúsan viselkednek a fiatalok, vagy esetleg magukból kikelve, vagy akár nem fiatalok is, aki ilyen szert fogyaszt, akkor azt jelezik mindenképpen a rendőrségre, és mi megpróbálunk erre a lehető leggyorsabban reagálni.
Kitért a beszámoló a migrációs helyzetre, ezzel kapcsolatban mennyire érintett Ajka a migrációs válság tekintetében? Azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag nem vagyunk ebben érintettek, mármint ami az illegális migrációra vonatkozik. Tehát illegális migránsok Ajka területén, a kapitányság területén nagyon kis számban fordulnak elő. Ugye 2014-ről számoltunk be, akkor gyakorlatilag ilyen nem volt. Most 2015-ben, ha jól emlékszem, két alkalommal kellett intézkednünk. Egyszer vonattal érkeztek is a vasútról, érkezett bejelentés, hogy a vonaton egy család tartózkodik, akik szerintük illegális bevándorlók. Velük szembe intézkedtünk, és talán egyszer egy autót állítottunk meg, amiben ilyen szemét találtunk a 8-as számú főúton. De természetesen ugye nyilván mindenki látja a sajtóból, hogy azért Magyarországot elég jelentősen érintette, főleg az elmúlt időszakban ez a probléma. Ez nem a határmenti kapitánságoknak, vagy a határmenti főkapitánságoknak a feladata, összrendőri feladat, hogy az ország határait biztosítsuk, vagy megvédjük, úgyhogy e tekintetben az Ajkai Rendőrkapitányság dolgozó is kiveszik a részüket. Több esetben volt már olyan, hogy a kollégáknak a határa kellett menni szolgálatba. A képviselők közül többen megemlítették a hajléktalanok ügyét, velük hogyan jár el az Ajkai Rendőrség? Létezik a szabálysértési törvényben egy olyan tényállás, hogy az életvételszerű közleti tartózkodás tilalma. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy az önkormányzatnak van lehetősége bizonyos területeket kijelölni a városban, ahol ilyen módon tartózkodni nem lehet. Ez májusban, ha jól emlékszem, májusban fogott testület ezt a jogszabályát. Mi ennek megfelelően eljárunk, tehát azokat a területeket, ahonnan jelzés érkezik, hogy ott hajléktalanok életvitelszerűen tartózkodnak, akkor ott mi megjelünk és felszólítjuk őket, hogy hagyják el ezt a területet. Természetesen a rendőrségnek nem célja az, és nem is feladat az, hogy a hajléktalanokat üldözze. Nyilvánvaló ilyenkor biztonság, akár biztonsági intézkedés keretében a hajléktalan szállóra elszállítjuk ezeket a személyeket, de most különösen a téli időszakban pedig kiemelt figyelmet fordítunk, akár az együttműködőinkkel, a polgárőrséggel arra, hogy esetleg megakadályozzuk a kiüléses eseteket. Ön milyennek találja Ajka város közbiztonságát? Azt kell, hogy mondjam, hogy az én álláspontom, és remélem ez találkozik a lakosság álláspontjával, Ajka közbiztonsága jó. A bűn és baleset megelőzés tekintetében rengeteg előadást tartottak az idős embereknek a megtévesztő betöréses lopásokról, viszont ezek nem igazán vezettek eredményre. Ön szerint ennek mi az oka? Hát elsődlegesen abban látom a problémát, hogy az idős emberek nagyon hiszékenyek. Ők általában megbíznak az emberekben, néhány jó szóval, mosolyjal, hogy úgy mondjam, le lehet őket venni a lábukról, nagyon hiszékenyek, nagyon könnyen becsaphatók. És nyilván a legkülönfélébb tükröket találják ki az elkövetők. Nem is annyira betöréses lopásokról van szó egyébként, hanem az úgynevezett trükkös lopásokról. Elég, hogyha annyit mondanak, hogy az EON-tól jöttünk, vagy a nyugdíjfolyósítótól jöttünk, és pénzt hoztunk vissza. Ennek aztán mindenki megörül, az idős emberek megörülnek, hogy pénzt kapunk vissza, és ezzel a trükkel már is meg, de csak fel kell váltani a pénzt, akkor már is megmutatja az idős ember, oda megy a pénzéhez, hogy onnan vegyen ki, hogy váltson, és egy észrevétlen vagy egy oda nem figyeléskor már viszik is a pénzt. Rengeteget mondjuk ezt, tényleg szórólapokat osztunk. Azt gondolom, hogy éppen önöknél a televízióban is volt már ilyen felhívás. Megpróbálunk minél többet megtenni, postaládákban szóróanyagokat eljutatni. Sajnos nagyon hiszékenyek az emberek, és tényleg néhány kedves szóval, mondattal megtévesztetőek. De nem mondtunk le arról, hogy folytassuk tovább ezt a úgynevezett kampányunkat, hogy az idős embereknek felhívjuk erre a figyelmét. Tehetnek-e ez ellen valamit az idősek rokonai? Azt gondolom mindenképpen, hogyha az idős embernek nem elég az, hogy hallja, látja a tévében, akár vagy a szórólapokon ezt, akkor a családtagok erre hívják fel a figyelmüket. Jó magamnak is idős szüleiért, jó apám elég idős már, még szerencsére jó egészségnek örvend, nem egyszer hívom fel a figyelmét, hogy ne engedjen be árusokat, ne engedjen be EON-osokat, mert nem mennek most már csak valami nagyon fényképes és szigorú igazolvánnyal, vagy szigorú feltételnek megfelelő igazolvánnyal. Erre nagyon sokszor az a válasz, hogy hát itt nálunk ilyen nincsen, nálunk ilyen nem történik, hogy egyébként egy faluban lakik, de bizony történik. Tehát ez is probléma, hogy azt gondolja mindenki, hogy ővele nem történhet baj, hogy az ő falujában vagy az ő környékén ilyen nem történik, egészen addig, amíg aztán egyszer csak meg nem történik a környéken a baj. Emlegették a rendőrség épületének a felújítását is, erre mikor kerülhet sor?
Sajnos valóban lemaradtunk a jövő év felújítási tervről, nem mondtunk le erről, a főkapitányság ígérete szerint talán 2017-es évben erre sor kerülhet, és éppen most a testületi ülésen a polgármester úr is ígértett arra, hogy amennyiben pályázni tudunk valahol, és pályázaton nyerünk, akkor az önrészben akár egy együttműködés formájában az önkormányzat is tud ebben segítséget nyújtani. Bízunk benne, hogy 2017-ben erre sor kerülhet, mi is magunk is nagyon szeretnénk. Beszámolt az Ajkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság is a tavalyi tevékenységéről. Ezzel kapcsolatban milyen álláspontra jutott a képviselőtestület? Igen, tulajdonképpen hasonlóan a rendőrséghez jó teljesítményt nyújtottak a tűzoltók is. Itt, amit feszegettünk, ugye a szervezeti felépítéssel Ajka város nem nagyon értett egyet, hiszen Ajka város tűzoltósága kiváló teljesítményeket nyújtott, mielőtt a katasztrófa védelemmel összevonták őket, most is jó teljesítményt nyújtanak, csak van ennek egy gazdasági háttere is. Ajka annak idején, amikor a tűzoltóságnak a működtetéséért felelt, akkor elég sok pénzt, mondhatnám azt, hogy 100 milliós tételekben járult hozzá a technikai eszközök fejlesztéséhez és a tűzoltók elköcselismeréséhez is. Most talán azt mondhatnám, egy kicsit elhidegültünk a tűzoltóságtól, hiszen katasztrófa védelem az nem Ajkán központosítja a tevékenységét, ezért ugye a kapcsolatunk egy kicsit hidegebb lett. Megalakult a Sportváros Nonprofit Kft. Mik a feladatai ennek az új cégnek? Igen, az elmúlt testületülésen már foglalkoztunk ezzel a témával. Azt hiszem, aki a városban a sportot nyomon követi, az látja, hogy látványos sportfejlesztések vannak, elsősorban a tárgyi fejlesztésekre gondolok. Ha megnézzük, ugye nem régen adtuk át a jégpályát, a bányászpályának az épülete teljesen felújult, ott a körzete is szerintem már nagyon minőséget biztosítanak, mint egy NB1-es klubnak, és ugye részben ez a szervezet eddig a művelődési központhoz kapcsolódott, az újabb időszakban leválasztjuk a sportot, illetve külön választjuk a kultúrát és a sportot, és a Sport Kft. Lesz a felelős ennek a hátterének a biztosítására, tehát a sporttevékenység hátterének biztosítására, és úgy érezzük, hogy ezt egy Kft. Keretében lehet legjobban működtetni. Elfogadta a testület az Ajkai járás esélyteremtő program tervét. Mi szerepel ebben a programban? Igen, hát röviden összefoglalni nagyon nehéz, mert tulajdonképpen egy helyzetelemzésről van szó. Ez a helyzetelemzés is elég terjedelmes. Ajka város és 10 körzeti településnek a helyzetét mérték föl, és én többször átolvastam ezt az anyagot, mert tanulságos részben a számadatok miatt a helyzetelemzés, és tulajdonképpen, ha komolyan veszük, akkor kb. 50 évre kijelöli azokat a feladatokat, amelyeket ezeken a településeken meg kell oldani. Néhányat ezek közül, ugye a demográfia hullámról, arról most sokat beszélünk, de tulajdonképpen minden településünk a körzetben létszámgondokkal küzd. Itt feltétlenül szólni kell, és nagy terjedelemben foglalkozik az anyag az integráció, iskolai integrációval, ami tulajdonképpen nem csak iskolai, hanem társadalmi probléma is. És tulajdonképpen ebben a kategóriában foglalkozunk az idősekkel, a szociális dolgokkal, területfejlesztéssel, a lakosság összetételével, mondhatnám azt is, hogy nemzetiség összetételét is bemutatják, és sok olyan adat van, amiből majd a képviselőtestületek, és nem csak Ajkai, meríthet, hogy milyen feladatot old meg a következő időszakban, ha erre anyagi fedezet lesz, mert azt hozzá kell tenni. Most Ajkával konkrétan két olyan település részt emelt ki a előterjesztő, az egyik Padrag, a másik pedig Csinger. Itt mindenképpen meg kell egyeznem, hogy aki ismeri a várost, így gyakran jár ezeken a területekre, elhagyott ipari részeket lát, ugye, és ez a feladat, mondhatnám azt is, hogy a város önkormányzatának a nyakába szakadt, hiszen
Padragon is van egy olyan bányászati terület, vagy volt bányászati terület, amit ott hagytak úgy, ahogy letették az utolsó csákányt. Ugyanez vonatkozik Csingerbe, és a bányászati épületek ott állnak, és tulajdonképpen nem történik vele semmi. Ez szerintem nem az önkormányzatnak lenne a tendő, hanem annak, aki ebből annak ideje hasznot húzott. Milyen észrevételeket fűztek a mai napi rend egyes pontjaihoz? Gyakorlatilag ami legfontosabb volt, hogy sikerült elérnünk az, hogy lekerült a telekadó rendelet a mai képviselőtestület napirendjéről. Egy előkészítetlen nagyon nagy súlyokat a vállalkozók vállára tevő rendelet volt. Ez szerencsére a városvezetés elfogadta ezeket az észrevételeket. Egy pár nap múlva újra fogjuk tárgyalni, reméljük, hogy akkor már nem ilyen erős adótételekkel. A képviselőtestületi ülésen elég sok olyan napirend volt, ami személyi kérdéseket érintett. Azokat zárt ülésen tárgyaltuk, azokhoz nem kívánnék hozzáfűzni semmit. Egyetlen egy kérdés volt a Sport Nonprofit Kft. Létrehozása kapcsán, amit sérelmeztünk, hogy nem került egyeztetésre a Kft. Ügyvezetőjének a kinevezése sem, ugye az előző testületi ülésen, és most pedig a felügyelőbizottsági tagság összetételét sem egyeztették le a frakciónkkal. Mi a véleményük a rendőrség és a tűzoltóság beszámolójáról? Gyakorlatilag mind a két szervezet nagyon profin és nagyon a városlakók megelégedésére végzi a dolgát. 2014-es eseményekről hallottunk a beszámolóban, most már 2015 végén néhány kérdés nekünk már más fókuszban van. Nagyon sok olyan tétel volt a beszámolókban, amely 2014-ben még nem mutatott jelentős javulási tendenciát, akár bűnözési statisztikák, akár tűzesetek, akár katasztrófavédelmi helyzet elhárítások, de 2015-ben év vége felé közelve már látjuk, hogy még jobbak ezek a tendenciák, teljesen meg voltunk a munkájukkal elégedve. Ebben a városban, ahol főként idős emberek laknak, és öregedik el a településünk sajnos, nagyon fontos, hogy a rendőrök jelen vannak az utcán, nagyon fontos, hogy a tűzoltók nagyon profin és pontosan kiérnek. Én azt gondolom, hogy volt néhány megjegyzés a képviselőtársaim részéről, mi szerint hangosak a szirénák és egyéb, de azt gondolom, hogy ez a legkisebb gond. Annak ez biztos jó hallani, akihez érkezik ki egy rendőr vagy egy tűzoltó segíteni. A testületi ülés végén Fülöp Zoltán egy bejelentést tette a frakció vezető személyének a megváltozásáról. Így van, a frakció vezetés személye megváltozott. Fülöp képviselő úr eddig a legnagyobb megelégedésünkre végezte ezt a munkát, de időközben őt a helyi Fidesz elnökévé választotta a helyi csoport. Egy tisztújítás folyik a Fideszben, úgy a helyi szervezetek vezetőit, mint a megyei szervezetek vezetőit megválasztották újra. Így az ő feladatköre kibővült, ezért ezt a feladat átadta nekem, és a mai naptól kezdve a következő testületüléstől kezdve már a Fidesz-KDNP közös frakcióját én vezetem.